Sziasztok! Első körben nézem a kezeket, kellően sok sör van mindenkinél. Nekem Bálint azt mondta, hogy itt mindenki szereti a sört, az nem tudom mennyire igaz. Úgy van! Jó, tegyük fel! A fontosabb kérdés inkább az, hogy mivel szeretjük a sört, ki az, akinek eddig megfordult a fejében az, hogy otthon sört főzzön. Kipróbálkozott vele, szuper! Jó, tegyük fel, hogy mi most szeretnénk sört főzni, és rágjuk át, hogy ehhez mi kéne. És mindezt úgy, hogy 21. században, tehát a legkényelmesebben szeretnék ezt megoldani. Igazából, ami a legfontosabb a sörfőzésben az, hogy sok időt vesz igénybe. Maga a sörfőzés is sok idő, de ha otthon sört akarsz főzni, akkor igazából neked végig ott kell lenned, plusz, amit ugye senki nem szeret, még takarítanod is kell, ez nagyon sok időt vesz igénybe. Na most mi ezt szeretnénk megoldani úgy, hogy a sörfőzés az megy, és mi pedig kb. 5 perc munkát szeretnénk ebbe belefektetni. Ez ugye egy elsőre egy kicsit mágiának hangzik, de tegyük fel, hogy ez működik. Jó, akkor ha az időt azt kilőttük, utána mi kell még? Kell nekünk alapanyag. Hát az alapanyag az, mondjuk tegyük fel, megérkezik egy ehhez hasonló dobozban. Mi van benne? Van benne komló, maláta, élesztő, lényegében minden, ami a sörfőzéshez kell. Ha kapnánk egy ekkora dobozt, akkor ez nekünk elég lenne ahhoz, hogy 20 liter sört főzzünk. 20 liter sör az már kellően sok. Az legalább két rekesz sör, 40 üveg. Ez így kiindulásnak oké, ez már egy szülőnapi bulihoz, egy jó kis Super Bowl döntőhöz. Kellően sok emberrel ez megfelel. Jó, megvannak az alapanyagok. Mi kellhet még, hogy kényelmesen teljen a sörfőzés? Jó lenne, ha ebben a dobozban lenne egy olyan kártya, ami ezt a kis robotot vezérli. Ugye nem csak az alapanyag fontos a sörfőzésnél, hanem az is, hogy melyik lépés mennyi ideig tart, milyen hőmérsékleten megy. Van egy kis kártyánk, oda érintjük ezzel a kis robothoz, ő tudja, hogy ezáltal milyen alapanyag van benne, és azt, hogy kell lefőzni. Megvan a kártyánk. Most fogjuk, berakjuk az alapanyagokat, odaérintettük a kártyát, és ezek is gépvel kezd dolgozni. De hát 21. század, IoT termékek, minden okos, mindenben van wifi, minden applikációval megy, hát legyen ez is ilyen. Tudjuk követni, ha elmegyünk esetleg bevásárolni vagy dolgozni, hogy ő mégis mit csinál. És azért elég menő lenne, hogyha kapnánk egy SMS-t a kis sörfőző robotunktól, hogy egy 10 perc múlva haza kéne menni, már végezek, mondják. Tegyük fel, hogy ez is van. A gép végzett, kapunk egy értesítést, hazamegyünk. A gép lényegében minden, amit a tradicionális sörfőzés alatt kell, ő elvégzett, lehűtötte nekünk a forralás után a 20 liter sörünket. Már csak meg kell nyomni egy gombot, és ő kiereszti a sört. Innentől igazából a legjobb dolog az, hogy már semmit nem kell csinálnunk, hiszen két alapanyagot egy kis edénybe belerakom, magát azt, amit a robot megcsinált a sörlét, illetve ami a dobozban volt, az élesztőt hozzáöntjük, és ennek kezdve ők így megoldják egymást, csak várnunk kell. Ez itt már nincs mágia, ezen már nem tudunk gyorsítani. Itt sörtől függően két héttől két hónapig, akik nagyon extrémek, akár két évet is lehet várni sör éréséig. A robotunk megcsinált mindent. De mi kell még, hogy ez a kis robot tökéletes legyen? Az, hogy akármilyen alapanyagból, akármilyen paraméterek alapján sört tud főzni, innentől kezdve akármilyen sört le tud nekünk főzni, és ha egy végzett és nekünk várnunk kell a sörre, akkor nekem ne kelljen várni arra, hogy ő még érlelje a következő sörünket, tehát egy nap többet is tudjunk főzni, illetve ne csak kezdők tudják ezt használni, hanem akár profik. Belerakhatják akármilyen alapanyagot, akármilyen komlót, sűrített töklevet, fenyőmagokat, erre is volt példa. Tehát profik is tudják használni. A kérdés most az, hogy van-e ilyen, megmutatok, mindenképp van, és az a neve, hogy Rui. Igazából ez a felvezetés arra volt jó, csak hogy elmeséljem nektek, hogy mik voltak azok az alapelvek, amik igazából ezt a gépet ebbe az irányba terelték, és mik voltak azok a
alapszempontok, amik alapján terveztük ezt a gépet, és kicsit akkor arra, hogy kik is vagyunk, és honnan indult ez az egész. Három társ alapító volt, akik közül Gergő itt van velünk, volt még Marci és Andris. Andris elkezdett sört főzni, Marci közgazdász, ő mondta, hogy ebből lehetne csinálni esetleg egy terméket. Gergő gépész, ő azt mondta, hogy igen, lehet csinálni egy terméket. Elindult a fejlesztés, láthattátok az első képen, hogy nézett ki a gép, és eljutottunk a közbenső verzióhoz, majd elindultunk Indiegogon, ahol 100 000 dollárt lőttünk meg, úgymond validálni, hogy ez működik-e, abból 222 000 dollár lett. Majd további fejlesztés következett, utána, mivel sikeres volt az első, egy következő indulhattunk, már az Indiegogo Indiment volt, ahol pedig a 756 000 dollárt sikerült összeszedni. Mindez alatt elég sok helyre eljutottunk, a világ elég sok pontjára, ahol mire kijutottunk, már hallottak a termékről, akik sört főznek, ők feltétlenül nagyon szerették, és szerették a sört is. Most hol vagyunk? A 6-ból 12 főre nőttünk, ma is keressük a többieket, úgyhogy ha itt van nagyon szuper C++ programozó, vagy grafikus jelölt, akkor lehet jelentkezni, mert üreit meg mindig keressünk jelölteket, és igen, sör, minden szép és jó, de felmerül a kérdés, hogy a sör jó-e. Úgyhogy hát annyit nem hoztunk, hogy itt minden nyertetet leitassunk, és nem is ez a cél, de kóstolót tudunk adni a prezentáció után. Úgyhogy aki szeretné megkóstolni, velük szeretettel.